A Moson-Magyaróvári Kossuth Lajos gimnázium aulájába várták az érdeklődőket október 19-én. A leendő gimnazistákat és szüleiket elsőként az intézmény vezetője köszöntötte, aki rövid tájékoztatót tartott az általános iskolások továbbtanulási lehetőségeiről és a gimnázium különböző képzéseiről. A gimnáziumban 4 éves és 6 éves képzéseket is indítanak. Ha valaki a 6 évfolyamos képzéshez szeretne csatlakozni, az a diák az emelt szintű matematika és az emelt szintű német nyelvi képzések közül választhat. A 4 évfolyamos képzéseknél ennél is több lehetőség közül választhatnak a leendő diákok. Van egyrészt egy 0+4 éves angol nyelvi emelt szintű képzésünk, az egy teljes osztályt jelent, és ezen kívül 2 9. osztályunk indul még, ebben 4 különböző képzési típussal, emelt angol, magyar-német 2 tanítási nyelvű, ugye ez egy osztályon belül van egy-egy tanulócsoporttal, a másik osztályban pedig emelt természettudományos képzésre vagy sportiskolai képzésre jelentkezhetnek a diákok. A jelentkezésnél fontos szempont a diákok tanulmányi eredménye, ami a hozott pontokat képzi. Vagy az 5. vagy a 7. évvégi eredménye alapján, a 6. félévi és 8. félévi eredménye alapján ezek képezik az úgynevezett hozott pontokat. Itt duplázzuk a főtárgyaknak a tantárgyait, a tantárgyi pontszám vagy érdemjegyeinek a pontszámait, és ezen túlmenően minden tagozatra központi felvételit kell írni. Emellett a magyar-német 2 tanítási nyelvű képzés esetében szóbeli meghallgatáson kell részt venni a jelentkezőnek, valamint a sportiskolai képzésre való jelentkezésnél egy sportalkalmassági vizsgán kell részt venni a diákoknak. Széles a kínálatunk. Bármilyen is az érdeklődési területet, a gimnáziumban működő tagozatok közül biztos lesz olyan, amelyik elnyerhetetlen. A résztvevők egy kis filmet is megnézhettek a gimnáziumról, amiben az egyes képzések mellett arra is kitértek, hogy az intézmény a közelmúltban a NASA programjában is részt vett. A gimnázium az oktatás mellett fontosnak tartja azt is, hogy formálja a diákjai környezetszemléletét. A tájékoztatón elhangzott, hogy nagy figyelmet fordítanak az állatvédelemre és a felelős állattartásra. Ez bizonyítja az is, hogy a gimnáziumban élő emlősökről, hüllőkről és madarakról a diákok gondoskodnak. A Kossuth Lajos gimnázium november 16-án délelőtt 10 órától ismét egy nyílt napra és bemutató órákra várja az érdeklődőket.